Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a háború Hírei című rovatunk, amelyben friss biztonságpolitikai híreket, elemzéseket és szakértői kommentárokat gyűjtünk össze Ukrajnából és a világ más konfliktuszónáiból. Figyelmeztet a Pentagon, fogytán az ukrajnai fegyverpótlásra szánt pénz, amint egy 26 milliárd dollárból alig 1,6 milliárd maradt. A kongresszusi vezetőknek küldött levélben az is szerepel, hogy a Pentagon kénytelen volt lassítani egyes csapatok utánpótlását, és sürgetik a kongresszus, hogy pótolják az Ukrajnának szánt finanszírozást, mert az amerikai katonai készletek pótlására biztosított 25,9 milliárd dollárból 1,6 milliárd dollár maradt csak. A készletek között több millió tüzérségi lövedék és rakéta szerepel, amelyek létfontosságak Ukrajna ellentámadásához, amelynek célja az Oroszország által a háború során megszerzett területek visszafoglalása. Michael McCord azt is kijelentette, hogy további finanszírozás nélkül az USA-nak késleltetnie vagy csökkentenie kell a légvédelmi fegyverek, lőszerek, drónok, valamint a romboló és áttörő berendezések beszerzését, amelyek sürgősek most, amikor Oroszország téli offenzívára készül, idézte a dokumentumot a Sky News. Szlovákiának szüksége lesz az Európai Unió milliárdjaira, Fico ezért kevésbé lesz majd nyugatellenes, állítja a Stratfor elemzése. Ha Robert Fico lesz újra a kormányfő, valószínűleg mérségelni fogja a nyugatellenes retorikáját, és Ukrajna kérdésében sincs már nagy mozgástere. Legalábbis így vélekednek a Stratfor elemzői de az erősen széttagolt parlament növeli a politikai instabilitás kockázatát a következő négy évben. A HVG által idézett tanulmány szerint Ficó pártja a Smer várhatóan koalícióra lép a mérségelte Plasz párttal, amely potenciális királycsinálónak számít, valamint a nacionalista szlovák nemzeti párttal az SNS-szel. A geopolitikai jellemző cég úgy véli, a 150 fős szlovák parlament irányításához szükséges, működőképes többség kialakításának folyamata valószínűleg hosszú és bonyolult lesz. Bár a SMER, a HLASZ és az SNS alkotta kormánykoalíció valószínűleg euroszkeptikusabb retorikát alkalmazna és szelektíven támadna az uniós döntéseket, valószínűleg tartózkodna minden olyan drasztikus nyugatellenes lépéstől, amely túlzottan befolyásolná az ország gazdasági és költségvetési helyzetét, véli a Stratford. Az elemző cég emlékeztet arra, hogy Fico és Smer pártja győzelme a godalmakat váltott ki az Egyesült Államokban és az Európai Unióban, Szlovákia jövőbeli politikai irányvonalával kapcsolatban, különösen az ország Ukrajnának nyújtott támogatását illetően, mivel Fico határozottan ellenezte Moszkva szankcionálását és Kiev katonai támogatását. Ez felerősítette azokat a félelmeket, hogy Fico visszatérése aláshatja a nyugati egységet Kiev támogatásában az Oroszország elleni háborúban egy Smer szövetség, amelyben az SNS is részt vesz, csak erősíteni ezeket a félelmeket, tekintettel a párt egyes orosz barát és euroszkeptikus nézeteire. Amennyiben azonban újra választják miniszterelnöknek, Fico valószínűleg mérségelni retorikáját és pragmatikusabb nézeteket képviselne, amint azt korábbi hivatali tevékenysége is sugalja. Legalábbis a Stratfor elemzői erre számítanak. A Klasz párt várható bevonása egy ilyen szövetségbe emellett segítene mérségelni koalíciós partnerei nyugatellenesebb álláspontjait, mivel az sns tel és a Schmerl ellentétben a Klasz megfogadta, hogy föntartja Szlovákia pozícióit nyugati szövetségeseivel szemben és katonai támogatást is nyújtanak Kijevnek. Ezt mervezette kormány továbbra is nagy részt arra törekedne, hogy fenntartsa az ország általánosan üzletbarát orientációját. Ez azt jelenti, hogy bár szelektíven próbálhatna szembeszállni Brüsszellel, a migrációtól a szociálpolitikáig terjedő kérdésekben, vagy a jogállamiságot gyengítő intézkedéseket hozhatna, Mégis a kormány valószínűleg továbbra is arra törekedne, hogy elkerüljön minden olyan drasztikus nyugatellenes lépést, amely megzavarhatná az uniós források Szlovákiába történő folyósítását. Ezzel ugyanis veszélyeztetni az ország költségvetési helyzetét és beruházási kilátásait. Ettől függetlenül egy erősen széttagolt parlament növeli a politikai instabilitás kockázatát a következő négy évben, figyelmeztet a Stratfor. A SMER, az SNS és a HLASZ közötti hármas szövetség megalakulása valószínűleg csak szerény hatással lenne Szlovákia Ukrajnával kapcsolatos álláspontjára. Ez részben azért van így, mert Szlovákia már átadta fegyvertartalékainak jelentős részét Ukrajnának, beleértve a szovjet korabeli MiG-29-es vadászgépeket is, ami a következő kormánynak korlátozott mozgásteret hagy. A Smer a választások előtt NATO és EU ellenes álláspontokat képviselt, az ukrajnálok nyújtott katonai támogatás megszüntetésére szólított fel, bírálta az Oroszország elleni uniós szankciókat, fogadkozott, hogy blokkolja az ukrán gabonaimportot és ellenezte Ukrajna NATO tagságára irányuló kérelmét, valószínűleg azért, hogy az egyre inkább háború ellenes és nyugatszkeptikus szlovák választókra appelláljon. A Klasz ezzel szemben ígéretet tett az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás fenntartására, és azzal érvelt, hogy a Kijevnek nyújtott kereskedelmi lőszerellátás pozitívumot jelent Szlovákia védelmi ipara számára. Szlovákia a közös agrárpolitika és a kohéziós politika keretében uniós források nettó kedvezményezetje. A 2004-es csatlakozás óta az ország összesen több mint 24 milliárd euró nettó uniós támogatásban részesült. Szlovákia összesen 6 milliárd eurót fog kapni a világjárvány helyreállítására szánt uniós forrásokból is. Szlovákia emellett az Európai Unió egyik legnagyobb költségvetési hiányával is rendelkezik, amely az előrejelzések szerint 2023-ban közel 6%-os lesz. A kormány bármely olyan lépése, amely az uniós források országbáramlásának megszakítását vagy késleltetését kockáztatná, ártana a gazdasági növekedésnek és növelni a kormány hitelfelvételi költségeit, ami tovább bonyolítaná Szlovákia költségvetési helyzetét. Közben Robert Fico arról beszélt egy választási gyűlésen, hogy az ukrajnai háborút úgymond a fasiszta ukránok indították el, nem pedig az oroszok. A Smer elnöke példaként megemlítette Ukrajna leghírhettebb katonai alakulatát, az Azov ezredet, amelyről azt mondta, hogy egyértelműen fasiszta csoport tagjai gyakorlatilag utcai huligánok, akik a társadalom peremére kerültek. A hadseregben szolgálnak és szörnyű dolgokat tesznek. Megdöbbent, hogy külföldön vörös szőnyeget terítenek eléjük, fogalmazott beszédében Ficó, aki hozzátette, akik 2023-ban hasonló jelenségekre szólítanak fel, azok a szlovák nemzeti felkelés örökségét tiporják. A fasizmus és a nácizmus minden formájával szemben kell állnunk. Arra kérem a legmagasabb alkotmányos tisztviselőket, hogy ítéljék el a fasiszta jelek és szimbólumok használatát, fogalmazott a szlovák politikus. Aki egyúttal rámutatott, sokan csendben maradnak, mert félnek, hogy Brüsszelben vagy Washingtonban megbüntetik őket. A politikus már választási kampánya során is azt ígérte, leállítja Ukrajna katonai támogatását, az Oroszország ellen bevezetett szankciókat pedig több alkalommal is bírálta. Mihály Podolják szerint Európa érdeke, hogy fegyverekkel támogassa Ukrajnát. Zelenszky elnök tanácsadója X bejegyzésében reagált Anna Léna Berbok német külügyminiszter hétfői kijelentésére, aki az uniós külügyminiszterek kievi találkozóján azt mondta, Ukrajna jövője az Európai Unióban van, a mi szabadság közösségünkben, ami hamarosan Lisszabontól Luhanszkig terjed majd. Podolják szerint a német miniszter kijelentése igencsak találó. Úgy látja, véget ért Oroszország európai dominanciája, és ezért az Európai Unió hamarosan valóban Lisszabontól Luhanszkig, vagyis Ukrajna 1991-es határáig fog tartani. Podolják hozzátette, nem csak az Európai Unió, de a NATO európai része is hamarosan odáig fog terjedni, utalva ezzel arra, hogy Ukrajna nem sokára a katonai szövetséghez is csatlakozik. Minél hamarabb felismerik ezt mások, és annál hamarabb áramlik majd a szükséges fegyvermennyiség Ukrajnába, írja Podolják hozzátéve, Németországnak élen kellene járnia ebben a folyamatban. Ukrajna jövője az Európai Unión belül van, ezt mondta Joseph Borrell, az Európai Unió külügyi főképviselője is Kijevben az uniós külügyi csúcson. Borrell szerint a legerősebb biztonsági elkötelezettség, amit Ukrajnának nyújthatunk, az EU-tagság. Mára az lett demokrata, aki nem szereti a népet, írja Tehet Péter, a Freiburg Egyetem tudományos kutatója a gemist.hu hírlevélben megjelent jegyzetében. A bajor választások előtt a szlovák választások után sorjaznak a cikkek, elemzések, amelyek óvnak a populizmustól és agódnak a nép döntése miatt, írja Tehet Péter a hírlevélben. A demokraz, demokrácia nem a többség diktatúrája valóban. A demokrácia lényege éppen az, hogy nincs egyetlen igazság. A kisebbségnek éppen ezért el kell fogadnia a többséget, miközben a többségnek éppen ezért kell a kisebbséget is élni hagynia, ugyanis egyiküknek sincsen úgymond igazuk. A demokráciában különféle érdekek versengenek egymással, a demokrácia dinamizmusát pedig relativizmusa biztosítja. Aki ma többségben van, az holnap lehet kisebbségben, aki ma kisebbségben van, kerülhessen holnap többségbe ezért van szükség a többség korlátozására és a kisebbségi érdekek védelmére. Azonban a mai vitákban azon tábor, nevezzük most leegyszerűsítően progresszivista liberális mainstreamnek, amely számos nyugat, közép vagy kelet-európai országban a választásokon rendre kisebbségbe szorul, dühötten reagál a választók többségének véleményére. Az azonban nem demokrácia már, ahol csak egyetlen oldal győzelme esetén beszélünk demokráciáról, és minden más tábor esetében azonnal temetjük azt. Az egyre inkább kisebbségbe szoruló tábor láthatóan nem képes azon önreflexióra, hogy elgondolkodjék elutasítottsága okain. Miért erősödik az AfD Németországban? Miért stabilan az első párt az FPÖ Ausztriában? Miért futhatnak be azon szabad választók a második helyre Bajorországban, akiknek elnökét előtte a balliberális média fiatalkori nácizmussal vádolta? Miért győz Robert Fico Szlovákiában? Miért fog győzni Svájcban ismét a szélső oldal? Röviden, miért nem hallgatnak úgymond a népek a mainstream sajtóra értelmiségre? a legtöbb elemzésben egyetlen válasz olvasható, populizmus. Ez azonban legfeljebb szörnyűködés a következményeken, írja a hírlevél szerzője. A dühött reakciók mögött az húzódik meg, hogy az elit úgymond az igazság nevében politizál, az érveit nem demokratikus vitákban akarja megméretni, hanem azokat eleve igaznak akarja elfogadtatni. Ez azonban a demokrácia vége de legalábbis az örök vesztes pozíció azok számára, akik kisebbségből a többséget szidalmazzák egy-egy választási vereség esetén, ahelyett, hogy a többségi akarnának válni. A populizmus, amely szerint a mindenkori többség maga a nép, valóban veszélyes. De nem kevésbé veszélyes, ha a demokráciát csak akkor fogadjuk el, ha a nép úgy szavaz, ahogy elitje elvárná. A nép nem feltétlenül okos, szép, művelt vagy bölcs, ilyet senki sem ígért, amikor a demokráciáért harcolt. Ahelyett, hogy populistázna, a vesztes tábornak el kellene gondolkodnia azon, hogy miért nem képes meggyőzni a néptöbbségét. Forrás hiányra, lehetőségekre nem panaszkodhatnak, elvégre Magyarországon kívül legalábbis, mindenütt a progresszivista tábor a mainstream a médiában, a kultúrában és az értelmiségi vitákban. El tudják tehát mondani, hogy mit akarnak. Mégsem szereznek többséget. Esetleg, amit mondanak, az nem népszerű? Esetleg az európai értékek nem jelentenek semmit, és keveseket mozgósít, hogy mi lesz a munkásokkal vagy az alkotmánybírákkal? Esetleg az értelmiségi buborékokon kívül nem populizmustól, a felmelegedéstől félnek, és nem a jogállamért aggódnak, hanem más problémákkal küzdenek? Nem az a demokrata, aki a mindenkori többséget okolja, hanem az, aki többségi akar válni. Ennek pedig a legfontosabb feltétele a többség megértése. Így tehet Péter, akinek Bukovics Martina az azonnali alapítójával közösen szerkesztett gemist.hu hírlevelére érdemes előfizetni, rendszeresen közölnek rendkívül színvonalas, elgondolkodtató írásokat. Ez volt tehát a háború hírei 2023. október 3-án. Morvai Péter szerkesztőt hallották, holnap is jelentkezünk új adással, este pedig a napi hír összefoglalónkkal. A hetek podcast támogatói köre számára John Mearsheimer amerikai politológus, a Realista Elemző Iskola világhírű képviselőjének a Nagy Téveszme című könyvéből szemlézzük a legfontosabb fejezeteket. Akik csatlakozni szeretnének, a leírásban szereplő linken tudják ezt megtenni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozzunk legközelebb is!